Köszöntjük a Lícum televízió nézőit, Önök a Hírlánc műsorát látják. Főpéreink egy-egy mondatban. Büszkék lehetünk Herceg Lilla főiskolai hallgatónkra, aki világbajnoki aranyérmet szerzett Japánban. Hogyan működik a könyvtári szakfelügyelet? A szakemberek erre a kérdésre is választ kaphattak az EGRI iskolai könyvtárosok második konferenciáján. Az egészségturizmus kurzushoz kapcsolódóan a harmadéves hallgatók első alkalommal szervezték meg a Wellness Day programot. Híreink bővebben. Főiskolánk hallgatója, Herceg Lilla, világbajnoki aranyéremmel tért haza a Japánban megrendezett Kyokushin karate versenyről. Japánban rendezték a Kyokushin karate világbajnokságot, ahol 33 ország sportolói küzdöttek meg egymással. Könnyű súlyban Herceg Lilla, testnevelés szakos hallgatónk első helyezést ért el. A verseny az Japánban van, 4 évenként rendez a világszervezet világbajnokságot. Ez az Ikō Matsushima csoportnak, ez Kyokushin karate stílusok közé tartozik. A várakozás az nagy volt, ugye, mert 4 évvel ezelőtt megfogadtuk, hogy jobban szerepünk, mint akkor. Akkor is nagyon jó csapatunk volt. A mostani már az eredményeket tudjuk, ugye Lilla világbajnok lett, a Hacskó László a férfiak között 8. lett. Igazából a felkészülés az egész évben zajlik, ugye minden nap vannak edzések, versenyekkor ugye kicsit intenzívebbre vesszük. A VB-re való felkészülés igazából a nyári edzőtábor óta, ami ugyanis júliusban volt, augusztusban, akkor kezdődött, és szeptembertől egészen november végéig tartott az intenzív felkészülés. Végülis ez egy nagy cél, már egy régóta kitűzött cél, és hát hogy most teljesült, tehát ez nem fantasztikus. Az Eszterházy Károly Főiskola politológia tanszéke konferenciát rendezett a nem kormányzati szervezetek szerepe a modern diplomáciában címmel. A politológia tanszék által szeptember óta heti rendszerességgel megrendezett konferenciasorozat december 10-én az utolsó fejezetéhez érkezett. Az előadás témája volt a nem kormányzati szervezetek szerepe a modern diplomáciában. A politológia tanszék az szeptemberben meghirdetett egy középiskolás tanulmányi versenyt, aminek holnap lesz a döntője itt Egerben. 11 csapat jutott be, és ennek a részeként szervezünk ma egy konferenciát, hiszen az összes bejutott csapat részt vesz ezen a konferencián, hallgatókon és másokon kívül. A konferencia témája az a nem kormányzati szervezetek szerepének a megváltozása a modern diplomáciában, és ehhez hívtunk mi előadókat. Talán a legfontosabb, akit ki kell emelnem, az Erdős André nagykövet, aki több ízben szolgált ENSZ nagykövetként New Yorkban, és hát az ENSZ-et behatóan ismeri. Gyarmati István nagykövet, az Demokrácia Átalakulásért Intézetnek az igazgatója, egy olyan non-profit szervezet, amelyik különböző országoknak a demokratikus átalakulását segíti. Ez gyakorlatilag beleillik végsősoron szeptember óta, minden héten volt egy ilyen előadás, konferenciánk, és ez így a vége, így a vizsgai időszak ZH héten azért még beraktunk egy ilyet, hogy mindenki örüljön. Az áprilisi EGRI iskolai könyvtárosok konferenciája után az időközben felmerült igényekre válaszolva a könyvtár 2008. december 9-én ismét tanácskozásra invitálta a szakembereket. Immár második alkalommal rendezték meg Eger és környéke iskolai könyvtárosainak konferenciáját. A rendezvényt a Líceum Irodalmi Könyvtárában tartották. A résztvevőket Ceglédi László köszöntötte, majd Kistóth Lajos rektor helyettes elmondta, hogy nagy örömmel töltötte el, hogy a diákok visszaszoktak a könyvtárba, mert ez a hely a felsőoktatás legfontosabb objektuma. A konferencia fő témájáról, a szakfelügyeletről Dömsödi Andrea tartott előadást. A szakfelügyeletről azt kell tudni, hogy ugye a rendszerváltáskor megszűnt az iskolánkban a szakfelügyelet, de 2002-ben egy rendelettel az Oktatás és Kulturális Minisztérium, akkor még ugye a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma úgy döntött, hogy a könyvtári szakterületen elindítja újra a központi törvényességi ellenőrzést, és így ugye az iskolánkban, kizárólag a könyvtári területen a mai napig, azóta ugye 2002-től létezik iskolai könyvtári szakfelügyelet. Előadásából megtudhatták a megjelentek, hogy hol tájékozódhatnak a könyvtári szakfelügyeletről, rendeletekről és annak szempontrendszeréről. Elmondta azt is, hogy ezt a vizsgálatot előbb vagy utóbb minden iskolai könyvtárban el kell végezni. Záró előadásához érkezett a Kepesdőlt Szakkollégium által szervezett Bevezetés a buddhista filozófiába című kurzus.
Utolsó előadásához érkezett a Bevezetés a buddhista filozófiába című kurzus, melyet ebben a fél évben először szervezett a Kepes-György szakkollégium. A december 9-i záró előadást Horváth Anna buddhista gyakorló tartotta, aki előadásában többek között a buddhizmus kifejezéseivel és szimbólumrendszerével ismertette meg a hallgatókat. A szimbólumokon keresztül magáról a Buddháról, illetve Buddhának a tanításairól volt most itt szó. Ezerféle módon megközelíthetjük ugye ugyanazt a lényeget, amiről maga Buddha tanított, és ez igazából arról szól, hogy mi is nagyon különbözőek vagyunk, mert nagyon sok különbözőféle látásmódunk van, és hát tulajdonképpen mindannyiunknak így akad egy-egy kielégítő magyarázat ezek között a tanítások között, amiket maguk a szimbólumok is megérnítenek, meg maguk a tanítások, amiket könyvekben elolvashatunk. Aki még többet szeretne megtudni a buddhizmusról, az a következő fél évben is felveheti ezt a kurzust, Bevezetés a buddhista filozófiába 2 címmel. A tárgy szabadon választható, tehát bárki felveheti, aki egy kicsit is érdeklődik a buddhizmus iránt. Klímaébresztő névvel került megrendezésre december 1-e és 6-a között az Országos Filmhét. Az EGRI Part Egyesület és az EGRI Kulturális és Művészeti Központ is csatlakozott a klímaébresztő elnevezésű Országos Filmhéthez, amit a Védegylet kezdeményezett. Az EGRI vetítése december 4-én került sor a Művészetek Háza átriumában. A bemutatott kisfilmek és egy nagy film az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés és a környezetvédelem problémájára hívta fel a résztvevők figyelmét. Ennek az országos filmes akciónak tehát egyértelmű az üzenete a klímaébresztő cím miatt is, tehát felhívni a figyelmet arra, hogy klímaváltozás van, és nem csak hogy van, és most már bizonyított tény, hanem minket is érint, tehát akár egrieket, tehát a magyarokat, tehát a bőrünkön érezhetjük a hatását, és most még szerintünk ideje elkezdeni valamit tenni, tehát mielőtt késő lenne. A téma iránti érdeklődő a Part Egyesület és a Védegylet honlapján kaphatnak bővebb információt. Először került megrendezésre a főiskola tornacsarnokában a Wellness Day. A szervezéssel megbízott hallgatók színes, változatos programokkal várták az érdeklődőket. Az Eszterházy Károly főiskola első alkalommal rendezte meg a Wellness napot a főiskola tornacsarnokában. Az érdeklődők különböző programokban vehettek részt. Közös testmozgás Dr. Müller Anettával, hip-hop bemutató, mazsorett és thai box, melyeket főiskolánk sportolói mutattak be. Teljes mértékben a harmadévfolyamos hallgatók szervezték meg ezt a programot, és van olyan tantárgyuk, hogy egészségturizmus, tehát a wellness kínálat jellemek bemutatása pont profilba vágó volt a hallgatóinknak, valamint szeretnénk az egészséges életmódot népszerűsíteni, nem csak a testnevelés szakos hallgatók körébe. A színes programok mellett a wellnessnek is fordulhattak az érdeklődők. A főiskola diákjai szépségápolási termékeket mutattak be, emellett borkostoló is volt. A squash, azaz a fallabda nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében is. A sportág kedvelői második alkalommal versenykedtek a győzelemért járó kupáért. Immár második alkalommal rendezték meg a főiskolai squash kupát. December 9-én az Invest Sportcentrum fallabda pályáin folytak a küzdelmek. A hallgatói önkormányzat által szervezett versenyre 12 nevezés érkezett. A kupán főiskolai hallgatók mellett Dr. Hoffmann Miklós, a matematika tanszék tanára is részt vett, aki végül a 4. helyen végzett. A csoportküzdelmek után helyosztókkal döntötték el a végeredményt. A döntőt Ország Ákos nyerte, 2. helyen végzett Sas Dániel, 3. lett Varga Tibor. A Világjáró Klubban legutóbb India színpompás világába nyerhettek betekintést az érdeklődők. Az eheti Világjáró Klubban Szentérmai László tanár úr tartott előadást Indiáról, és az ő szemüvegén keresztül láthattuk e távoli világ szépségeit, zarándok helyeit. Közel 2800 fotót készített másfél hónapos kintartózkodása alatt, ezekből 210 képet tárt a nagy érdemű elé. A vendégeket feleségével, indiai vendégváró csemegével fogadták. Az érdeklődők részletes betekintést nyerhettek India zarándok helyeire, többek között Badrinath és Dehradun szent helyeire, és megismerhették a keleti világ 6000 éves múltját és kultúráját. A Himalája völgyeiben kacskaringózva, a színpompás hindu templomok szépségeit látva, betekintést nyerhettünk egy olyan világba, ahol a vallás még mindig a meghatározó értékrend.
Intézményünk kosárcsapata az elmúlt napokban két fordulóban is érintett volt. Híradónkat rendhagyó módon az erről szóló beszámolókkal zárjuk. Megtartotta a tabella második helyét az LKF Hész férfi kosárlabda csapata. Az LKF Hész férfi kosárlabda csapata az STSZ-edelk ellen vívta tizedik mérkőzését a Lánykúti sportcsarnokban. A mérkőzés elején a szegedi egyetemisták 7-0-ra meglepték a mieinket, de Zsíros Gábor triplái lehetővé tették a fordítást. Az ötödik percben megsérült Rusznák Zsolt, akinek szemöldökét az ellenfél egyik játékosa sértette fel. A cserére kényszerült Egri Gárda a dr. Fazekas Csaba segítségével kisebb előre tett szert. A szegediek kitűnő védekezése miatt Ugi csak a 8. percben jutatta pontos csapatát. Zsámie a megszerzett lepattanókat tökéletesen értékesítette. A második negyedet tudták csak hozni a szegediek, a meccs további részében alul maradtak az Eger ellen. Széles Kovács Gyula pályára küldte Sütőt, Fábiánt és Szerdahelyit is, akik igaz a találkozó végén álltak csak be, de bravúros védekezést mutattak. A mérkőzést 94-75-re nyerte az Eger, megtartva második helyét a tabellán. Az LKF Hész gépszolgáltató SF férfi kosárlabda csapata 9 győzelemmel és 2 vereséggel zárta az NB1B-ben az alapszakasz első felét. A Várnál könnyebb győzelmet aratott az LKF Hész gépszolgáltató SF csapata a Szolnoki Főiskola Olajkáke együttese felett a Kemény Ferenc sportcsarnokban a férfi kosárlabda NB1B 11. fordulójában. A téli szünet előtti utolsó mérkőzésen magabiztosan kezdett a hazai gárda, és a félidőre 20 pontos előnyt szereztek, elsősorban Ugi és Fazekas sorsainak köszönhetően. A Szolnoki Főiskola 2 alapember nélkül érkezett a gárdába, és Horváth Imre edzőcsapatán meg is látszott a húzó emberek hiánya. Széles Kovács Gyula az egriek edzője, pályára küldte az utánpótlás csapat játékosait is, akik pontokkal hálálták meg a lehetőséget. Végül 103-88-as végeredménnyel zárult a mérkőzés, az LKF Hész így a tabella második helyéről várhatja majd a folytatást január elején. Kedves nézőink, Önök a Liceum Televízió ez évi utolsó hírműsorát, a Hírláncot látták. Kívánunk szeretetteljes és boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet valamennyi nézőnk számára. A viszontlátásra!